Na szóval a üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Ez egy eléggé különleges videó lesz, hiszen pár nap ezelőtt zárult le a nyereményjátékomnak a nevezési határideje. Úgyhogy hát érdekes válaszok is születtek. Született nagyon-nagyon sok válasz. Viszont született egy pár nagyon érdekes, úgyhogy mindenek előtt szeretnék átmenni a válaszokon, hogy mindenki tudja a válaszokat. Itt a képernyőre kiírom, hogyha ha ezt szeretnétek átkattintani, és csak az érdekel, hogy ki nyerte meg, akkor itt a képernyőn látható időpontra tekerjő videóban. Szóval az első kérdés az az volt, hogy mi a Morlandi Kovácsnak a neve. Istenem, hogy miért ezt választottam, hogy miért ezt a nevet mondjam ki. Szóval ő volt a helyes válasz. A második kérdés, mi a Kezdő lovunk, ugye ez egy Jorviki melegvérű volt. És talán a legtrükkösebb kérdés volt, és erre jött a legtöbb különféle válasz, az az, hogy hány hordó található a Mornendi bányában. Nem kevesebb, mint 16 darab található ott, és hát már, már segítségkérésnek ráírtam a 3-4 emberre, hogy számoljátok már meg a hordókat, mert most én számoltam el valamit, vagy... Vagy, vagy mi történt, hol ment el a kommunikáció, és mindenki azt mondta, hogy szóval nyugodjanak meg, 16 darab hordó van. Úgyhogy. Mert az első nap erre a kérdésre csak is rossz válasz érkezett, és így néztem, hogy most, most, most én számoltam el valamit, vagy, vagy mi van. A negyedik kérdés az az volt, hogy milyen színű virágok vannak, mis Holzworth házán. De ugye bár csak az kellett, hogy mi van a házom. Ez egyébként kék volt, de a zöldet is elfogadom. Azt is elfogadom, hogyha valaki azt írta, hogy kék, virág, kék fehér virágok, úgyhogy tök jó. Az ötödik kérdés az megint egy olyan kérdés volt, amire végül is eléggé sok fajta válasz érkezett, viszont szinte mindegyik jó. Az az, hogy mi a Morlandi világító toronynak a két fő színe? Szóval itt a válasz az az volt, hogy zöld és fehér, vagy pedig szürke és zöld, mind a kettőt elfogadtam. És hogyha a választatokban van, -e volt az, hogy fehér, zöld, vagy szürke, zöld, akkor elfogadtam. A hatodik kérdés az megint egy olyan kérdés volt, ami, ami kicsit megosztó lett, de a nagy részetek el tudta találni. Milyen állat van a kolostornál? Na most ide beszúrtam egy képet, hogy milyen helyen kell keresnetek, és ki is hogy a képen is rajta van, illetve megmondtam, hogy nem kell pontosan a fajtája annak az állatnak. Egyébként egy madár volt, na most azt nem tudom, hogy ez most egy holló, vagy egy varjú, vagy mi ez. Ez volt. A hetes kérdés az az volt, hogy a Pinta Erődi strandon hány darab rúzsaszín esernyő volt. Egyébként hat darab? Meg kell keresnem a papírt. Szóval hadrab esernyő volt. A nyolcas kérdés az az volt, hogy milyen a posta, amit a játékosok is tudnak használni. Ez piros volt. Úgyhogy ha a válaszodban benne volt az, hogy piros, akkor azt elfogadtam. Kilences kérdés. Milyen lovakat tudunk pinterődni a kompon, azaz vizen venni? A Jorviki kezdő A tízes kérdés az az volt, hogy abban a videómban, amikor shire veszek, akkor a fehér per szürke sejörnek, mi lett a neve. Ez egy kicsit bezavart az embereknél. Azért írtam úgy, hogy fehér per szürke, mert lovas berkekben harapunk arra, hogyha egy fehér lovat lefehérezik valaki. És uh, így, hogy ne lehessen belekötni, így így írtam le, viszont mivel ez egy kicsit uh, káoszt okozott, ezért elfogadom, mint hogyha így elfogadom azt a választ is, hogy Daisy és Frostbird. 11-es kérdés, melyik lovat adta ki az SSO véletlenül? Erre a helyes válasz volt egy 12-es kérdés, melyik volt a legutáltabb ló az SSO-ban a Megvettem a játék legutáltabb lovet című videómban. Hosszabb kérdések nem voltak? Erre pedig a válasz a göndörszőrű Curly. Érzem, hogy ha azt írtátok, hogy kördi, akkor azt is teljes mértékben elfogadom. A 13-as kérdés egy olyan kérdés, amire szintén elfogadtam szinte minden választ, úgyis, hogy szinte mindenki más írt. A 13-as kérdés az az volt, hogy honnan vettem meg a sárga belga melegvérűt. Egyébként a telefonos Sterszéből Horsis ebből, szóval, hogyha leírtad azt, hogy telefonos abból, vagy Sterszéből, vagy SSO app, vagy bármi, akkor már azt is elfogadtam, hiszen tudod, hogy miről beszélünk. És a 15-ös kérdés, amire a legtöbb kommentet kaptam, hogy nem tudjátok, az az, hogy melyik stílusban kezdtem el lovagolni. Ezt az öt évet vártunk erre a frissítésre című videóban, mondtam az első négy percben, hogy western stílusban kezdtem meg az úgynevezett karrieremet. Hát érkeztek ide olyan válaszok, hogy csak néztem. Szóval a émet nem fogom kiemelni, de, de van egy kettő, ami a kedvencem lett. És megmosolyogtat, úgyhogy köszönöm szépen annak, aki meg tudott ezzel mosolyogtatni. Viszont a helyes válasz az, az ugye az, hogy veszten volt. És akkor ki tudtátok választani azt, hogy melyik nyereményt szeretnétek. Na, hát most ugye ezzel érkeztünk. Így, így jöhet a sorsonás része a dolognak ami ez nem más fog használni, mint egy random number generator -t. Lényegében itt a szabály az, hogy rányomok a generálás gombra. 120-as válasz. Itt ki fogok takarni mindent, hogy ne látszódjon senkinek semmilyen adata. Csak hogy biztosra menjünk, és most pedig jön az a rész, amikor ellenőrzöm a válaszokat. Igen. 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 Megvan a nyertesünk. Úgyhogy most már csak arra kell megnéznem, most már csak azt kell megnéznem, hogy a Youtube csatornán fele van rám iratkozva. Again, with you play a favorite movie laying right beside me. I don't mind when it's just us two. The corner coffee shop, we like to go late night walks with you to take me home. With you, I never feel alone. And these little songs. Make me glad to call you. És elküldöd a kommentet is, úgyhogy gratulálok. Nos, nem szeretném kimondani a teljes felhasználó neved, úgyhogy csak annyit fogok mondani, hogy Lara, és nincsen profilképed. Az e-mail címet szintén személyes információ, úgyhogy azt nem szeretném kiadni. Kérlek, nézd meg az e-mailedet. Szóval gratulálok, tényleg. Most az fog történni, hogy amikor kikerült a videó, akkor én már küldtem neked egy e-mailt, arra az e-mailre 48 órád van, azaz két napod válaszolni. Amennyiben válaszolsz, azonnal küldöm neked a kódot, amennyiben nem válaszolsz az e-mailre, új nyertest hirdetünk. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki részt vett a nyereményjátékban. Biztos, hogy fogok még csinálni, mert szerintem siker lesz. Szóval, aki pedig nem nyert, annak ne bánkódjon. Lesz még lehetőségetek nyerni bőven, hiszen még szeretnék nem egy nyereményjátékot tartani a csatornán. Viszont, ahogy látom, a pénztercem sír a sarokba. Azt hiszem, hogy bennem kell megvigasztalni. Lara, még egyszer gratulálok, a többiek pedig tényleg ne, ne bánkódjanak ezen. A legközelebbi videóban találkozunk, addig is, sziasztok!